jó néhány éve, eddig a polgármester társammal, Vincek Györggyel néztünk körül a kerületbe, ilyenkor nyáron, tavasszal, ősszel is szoktunk néha, tehát nem nagyon szervezzük ezt meg. Hát ez arra szolgál, hogy azért az ember gyalog meg bicikliről sokkal több mindent lát a kerületbe, észreveszi azokat a dolgokat is, amelyeket esetleg autóból vagy a mindennapi közlekedés során kevésbé, és azért kértem a kollégákat, hogy jöjjenek velem, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami zavaró a kerületben, hol vannak esetleg olyan elhanyagolt területek, amivel érdemes foglalkozni, hogy olyan részek, ahol állandó problémát okoz mondjuk a közterületi szemetelés, vagy az egyéb ilyen a kerületben élőket is zavaró ügy, és ezt most amennyire tudjuk végignézzük a kerületben. Azt várom nyilvánvalóan, hogyha valóban vannak ilyen zavaró pontok, zavaró helyek, azt próbáljuk meg felszámolni, megoldani, a problémára megoldást keresni, tehát ez az elsődleges cél. Ilyenkor megnézzük a zöld területek állapotát, a parkoknak a tisztaságát, illetve azokat az egyéb dolgokat, amikor az ember a hétköznapi bejárás során esetleg nem vesz észre. Azokat a hiányosságokat vagy plusz dolgokat, amiket észreveszünk, illetve a polgármester úr kér, akkor azokat egy rövid időn belül pótoljuk, illetve végrehajtjuk, és ezeket a bejárás során lévő tapasztalatokat beépítjük utána a hétköznapi fenntartásba. Az utóbbi időben fejlesztés, igazából a tavaszi munkáknak a nagy része véget ért, növényültetések megtörténtek. Ami most folyamatosan megy, az a kaszálás miatt, az időjárási körülmények miatt, illetve a szemétszedés.